Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit. Önök a Szívdobbanás nevű műsorunkat látják. Az idő rövidsége miatt hadd térjek rögtön a tárgyra. Az előttünk álló 50 percben az a vágyunk, hogy megszólíthassuk az Isten beszédével mindazokat, akik most és itt elérhetőek. Kis Juhász Vilmos sorozatának második részét sugározzuk. Az ige hirdetésben helyet kap, úgy is mondhatnánk, hogy feltűnik a gyermekvállalás, a gyermeknevelés néhány lényeges vonása. Majd a szülő-gyermek viszony és a testvér-testvér kapcsolat egy-két rejtett csapdájára hívja fel a figyelmet az ige hirdető, Izsák pátriárka és felesége Rebeka életéből kiindulva. Persze a történet nem új, hiszen a Biblia fekete fedőlapjai között található ez a feljegyzés. Ott is elől az Ószövetség legelső könyvében. Ennek ellenére mégis időszerű és időt álló mind az ige, mind a belőle felénk áradó üzenet. Akik szeretnének tartós kapcsolatot kiépíteni szívük választottjával és gyermekeikkel, el ne halasszák ezt a lehetőséget, hogy felülvizsgálhassák családi kapcsolataikat. Reméljük, hogy a kedves nézőink megtalálják ebben a történetben saját vívódásaikra a választ, hiszen nincsen új dolog a nap alatt. Az ige üzenete után Bot Ferenc fog egy költeményt mondani a számunkra Istenről, mint titokzatos mélységről. Most közvetlenül egy fiatalos hangvételű keresztény éneket hallhatnak, majd utána következik az ige hirdetés.
Mózes első könyvéből olvasuk Istennek ígéjét, a 25. részből, a 25-ös fejezet 19. versével olvasom Istennek ígéjét, és a rész végéig a 34-es igeverset is felolvasom. A Teremtés könyvéből, tehát Mózes első könyvéből olvassuk Isten ígéjét, a 25. részből, a 19. verssel kezdve így hangzik az ige. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arámi Bétuel leányát, az Arám Lábán húgát, onnan Paddan Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének úgy, hogy teherbe esett Rebeka, az ő felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az urat, az úr pedig ezt mondta néki: két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert íz lett neki a vad. Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak: hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte: add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta: én úgyis folyton halálos veszedelembe vagyok, mire való nékem az elsőszülöttségi jog? Jákob azt felelte: akkor esküdj meg nékem azonnal. Ézsau megesküdött néki, így adta el elsőszülöttségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot. Amen. Kedves testvéreim, a mai nap a családi élettel, az élet nehézségeivel és annak természetes folyamatával, amit Isten megenged, és az Úr áldásával fogunk foglalkozni, úgy a gyermekszületéssel, mint a gyermekek felnevelésével, illetve az életben való elindításával. És megfigyeljük ezt Izsáknak, Ábrahám fiának az életében. Hogy az Isten áldása miként jött az ő életében, és Rebekával együtt, mint férfeleség, mint szülők, hogyan szolgáltak ők a családban, és gyermekeik életében
miként munkálkodott az Úr, illetve azt is meg fogjuk látni, hogy mennyire jelen van a családi életben is a gonosznak a hatalma. Próbálkozik, befurakodik, és tönkre akarja tenni az Istennek szánt emberek családját is. És úgy a szülőkben, mint a gyermekekben kíván, és próbálkozik is munkálkodni, de meglátjuk azt, hogy Isten kezében vagyunk. Ha Izsáknak többször elmondta azt Ábrahám, az ő atya, fia, 100 esztendős koromra születtél meg, hosszan kellett várnom a gyermekáldásért, ugyanezt éli át részben Izsák, immár házasságban él feleségével, Rebekával, és az történik, hogy 20 évig várat a gyermekek születése. Hát legyünk őszinték, 1, 2, 3 év után már elgondolkodik az ember. 20 év után lehet, hogy már nagyon lecsökkentek a remények, és azt olvassuk, hogy 20 év után ért el abba a fázisba Izsák, hogy nem csupán imádkozott, nem csupán úgy gondolta, hogy ez egy ima téma kell legyen, hanem azt olvassuk, és könyörge az ő feleségéért. Könyörgéssé vált az Izsák életében a gyermektelenség. Érezte, megtapasztalta azt, hogy mennyire tehetetlen. És 20 év után jutott el Izsák oda, hogy a teljes tehetetlenségében könyörög az Úrhoz. Így olvassuk, Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő vala. Lehet, hogy azt mondjuk, kissé hosszú idő. De ne ítéljem, és ne ítéljük el Izsákot. Mennyi idő kell nekem és neked, lehet, hogy néha egy élet nem elég, hogy a magam tehetetlenségét észrevegyem, nem csupán a gyermekáldás, a gyermeknevelés, hanem minden más területen. Hogy eljussak oda, amit Pál apostol mond, hogy nem lakik én bennem semmi jó. Nem vagyok semmi jóra képes önmagamtól. Mikor jutok el oda, hogy könyörgök az Úrhoz? Úgy, mint aki teljesen esélytelen helyzetben, teljesen megoldhatatlan helyzetben, kiszolgáltatott helyzetben állok meg Isten előtt. Felismerem, felismered korlátaidat, és ez nem megkeményít, ez nem kibuktat idegileg, ez nem tönkretesz érzelmileg, ez nem bontja fel a házasságot, hanem oda visz az Úr elé, hogy letérdeljek, és megtanuljak könyörögni. Amikor teljes rovalommal az Úr elé állok, amikor nem az a fontos már, hogy én még mit tudok tenni, hanem egyedül az, Uram, ha te nem könyörülsz rajtam, megoldás nem lesz. És Izsák eljutott erre a pontra, és könyörgött. Nem tudom, hogy miért nem könyörgött Rebekával együtt. Az ige nem említi meg, és valószínű nem mulasztás ez, de mint a család papja, ő a maga kötelességét, ha később is megteszi, és egyedül komolyan könyörög. Figyeljétek meg, testvéreim, ha Ábrahámnak született egy megígért gyermek, Izsáknak születik 2. Isten megduplázza, mert az anyamély gyümölcse jutalom, és Izsák megtanult ezt a leckét, nem olyan egyszerű módon,
normálisan, magától értetődően telik az élet, nem vagyok képes, alkalmas semmire magamtól, hanem Istentől várom az áldást. Mi akkor is, ha a munka az enyém? Mi akkor is, ha képességeim vannak? Mert azt olvassuk az előző versekben, hogy különösen megáldotta Izsákot Isten, nem csupán élő, forrásra rendelkező kutakat tudott ásni, hanem megszaporodott az ő csordája, megszaporodott az ő nyúnyája, és azt olvassuk, hogy nagy szolgahada volt, és valahányszor ismét születtek újabb és újabb élőlények a szívében, ott erősödött ez a kérés, ez a könyörgés. Uram, váltsd be a te ígéretedet, és könyörög. Könyörög az ő feleségéért, könyörög az ő házasságukért, könyörög az Isten áldásáért. És úgy szeretném a szívetekre kötni, kedves testvéreim, ne felejtsük el azt, nem a mi kezünk munkája, nem a mi tudományunk, nem a mi pénzünk, nem a mi örökletes génjeink, nem a mi szemfülességünk az, amely előre viszi a dolgokat. Isten áldása. Igen, mi öntözünk, vetünk, gyomlálunk, de a növekedést Isten adja. És ezt soha ne felejtsük el. Ebből az ígéből is értsük meg, tanuljuk meg, fogadjuk el, és hadd legyen világos előttünk, Uram, soha nem akarlak és nem próbálok helyettesíteni téged. Pótmegoldásokat sem keresek, Uram. Ez nagyon szép volt Izsák részéről, hogy ezt megtanulta, hogy azt a pót cselekedetet, amit Ábrahám megtett, hogy Hágártól szülessen neki hamarabb gyermeke, ezt Izsák nem tette meg, hanem hagyatkozik az Úrra. Az Úr adjon nekünk bölcsességet és kegyelmet. Hadd tudjuk ezt tenni. Erősítsen meg bennünket az imádkozásban, az őszinte könyörgésben, az Úr előtt való állásban, és feleségünkért, gyermekeinkért, az élet különböző területén felmerülő kérdésekért, nehézségekért, de az örömökkel való gazdálkodásban is. Hadd kérjük ki az Úr akaratát, vezetését, és engedelmeskedjünk neki. Másodszorban, tessék megfigyelni, ima meghallgatatás volt. Isten válaszolt a könyörgésre. Hosszan tartott a vajudás, nehéz volt a helyzet, de 20 évi házasságkötés után egy évben Rebeka azt veszi észre, hogy immár más állapotban van, viselős, áldott állapotban van. És nem sokára az is bebizonyosodott, hogy Isten kettős mértékkel áldotta meg őket. És két gyerek van a méhében. Isten válaszol az imára. A mi Istenünk, ima meghallgató Isten, tapasztaltuk ezt annyiszor, az élet különféle problémáiban, nehézségeiben, kérdéseiben, és látjuk itt az ígében is. A mi Istenünk a gyakorlatban válaszol. Nem ígéretekkel válaszol. Ó, majd lesz valahogy, majd beszélek, majd cselekszek valamit, majd valamiféleképpen hozok megoldást. Nem. Isten valóságosan szerette ezt a házaspárt is, és valóságosan válaszol, úgy, ahogy valóságosan szerette ezt a világot is, és adta az ő egyszülött fiát. És kézzelfogható, valóságos az Isten válasza. Az ima meghallgattatás akkor jött, amikor már nem lehetett másnak a számlájára írni. Úrtól kapott ajándékként, Istentől kapott áldásként lehetett elkönyvelni. És ezt olvassuk, hogy megvolt a nehézsége,
a kihordás hónapjainak. Olyannyira, hogy a Rebeka eljutott a teljes depresszió széléig. Olyan tusakodás volt a két magzatban. Olyan fájdalmai lehettek, azt olvassuk, minek nekem élni? Én ezt nem élem tovább, így. Én nem tudom ezt végigtenni. Amikor az első lépést már megtették, amikor úgy nézett ki, hogy látszik, az alagútnak a vége, figyeljétek meg testvéreim, hogy jön a legnehezebb szakasz. Amikor Rebeka teljesen kiborul. Ha ez így van, akkor minek is éljek. És Rebeka megtanulta Izsáktól, hogy neki is oda kell állni az Úr elé. Nem elég csak az édesapának. Nem elég csak az édesanyának. Együtt. Rebeka is eljutott arra a pontra, amikor azt mondja, hogy inkább kívánom a halált. Nem sokszor van ez leírva az ígében. Jobb történetében olvasunk még erről. Kevés fejezetben, amikor olyan mélységbe kerül lelkileg egy ember, annyira megterheltnek, annyira nyomorultnak, annyira alkalmatlannak érzi magát, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok képes tovább menni. És ezt olvassuk, ekkor ő is odáll az Úr elé. Rebeka elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Nem írja le az ige, hogy melyik helyre ment el. Vajon a Móriára? Oda, ahova elment Ábrahám? Ezelőtt 60 évvel? Nem tudjuk. De elment külön imádkozni, könyörögni. Uram, adj választ! És szeretnék itt megállni, mert a családi életünkben, ha nincsenek ezek a külön állomások, amikor mindennél fontosabb Isten, amikor külön megyek azért, mert kívánom az ő vezetését, azért, mert érzem, hogy nem csupán, hogy tehetetlen vagyok, de nem tudok egy lépése tenni tovább. Én eljutottam a végső lépésig. Én eljutottam az utolsó gram erőig. Rebeka félrevonul és keresi az Urat. Nem idegen ez tőlünk. Az Úr Jézus életében gyakran olvasunk arról, hogy külön ment imádkozni. Sokszor arról is olvasunk, hogy még a tanítványoktól is külön ment. Egy ilyen alkalom volt akkor is, amikor elbocsátotta őket a tengeren, ő pedig fölment a helyre imádkozni. Félrevonul. Neki nem voltak problémái. Ő nem azért ment külön, mert nem tudta a megoldást, mert az erejének a végéhez jutott, mert a sűjesztőben érezte már magát, nem, hanem azért, hogy megerősítse az ő viszonyát az atyával. A csendes kamra, amiről a hegyi beszédben tanít az mi Urunk, mert nem mindig tudunk mi 10, 20, 30 vagy 100 kilométereket külön menni társadalomtól, urbanizációtól. De az a belső kamra, az a félrevonulás a léleknek, az az odaborulása Isten elé, amikor teljesen, minden mást félretéve, Uram, válaszolj, könyörgök, mutasd meg akaratodat, szeretnék lépni veled, mert a magam útja járatlanná lett. Tovább nem járható. És Rebekának is megvolt, mint édesanyának a maga harca. Így olvassuk, Isten csodálatosan válaszol, és konkrétan elmondja, hogy mi történik ott az anyamében.
Rebeka, két név van a méhedben. Nem két fiú, két nép. És ez sokat árul arról, hogy hogyan látunk mi, és hogyan lát az Isten. Ők gyanították azt, hogy valószínű két magzat van a mélyben. Isten azonban látta teljes teljességet. Két nép. Rebeka, ez a tusakodás csupán a megelőlegezése annak, ami lesz majd a két nép életében. Ez elkíséri a történelmet. Ez a harc meg lesz az utolsó időkig. Rebeka, nem kicsi dolgok indulnak el most. Ennek majd akkor lesz vége, amikor az én fiam, egyetlen fiam, Krisztus az armageddoni csatában leszáll. És az én népemet megvédi, amikor már úgy néz ki, hogy lehetetlen a helyzet. Isten előtt az egész ott volt. És amikor Rebeka elmondta maga kicsiny pillanatnyi kérését, ami számára óriási volt, Isten úgy válaszol, két nép van a méhedben. Tudd meg, hogy minden a kezemben van, és pontosan beillik ez a láncem abba az ígéretbe, amit én ígértem neked. Ez olyan, mint egy előzetes, ami fog történni a valóságban. Rebeka, a két nép, a két nemzet, ami származik ebből a két fiúból, az erejét fogja mérni. De elmondom neked, ha számosabb is lesz az egyik a másiknál, az, aki szolgálni fog, az a nagyobbik lesz. Valószínű, hogy megdöbbentette ez Rebekát. Ő is ismerte az elsőszülöttségi jogot. Ő is tudta azt, hogy most már ez hogy lesz, Uram? Miként fog ez megoldódni? És hogy lesz az, hogy a nagyobbik lesz mégis a szolga, és a kisebbiknek fog szolgálni? De Isten válasza nem csupán, hogy világos, hanem nagyon pontos. És beteljesül szóról szóra. És azt olvassuk, hogy Rebeka megérti, hogy az Úrtól van ez a harc. Az Úrtól van. Az anyamében lévő fiúk, a magzatoknak a tusakodása, és azt olvassuk, több kérdést nem tesz föl. Vállalja az anyaság szerepét, és azt mondja, Uram, én egy eszköz leszek, hogy te végezd a munkádat. Hogy ezt a két népet életre hozd. Tusakodással jár ez, vergődéssel, fájdalommal, de Uram, a te szolgáló leányod vagyok. És többé nem olvasunk arról, hogy panaszkodna, vagy életének nyomorult állapota miatt lemondásra gondolna. Harmadsorban, figyeljétek meg testvéreim, Isten mennyire világossá teszi, hogy ki az elsőszülött, és ki az, aki a kisebbik. Hogy félreértés ne történjék, a két fiúnak nem volt azonos a színe. Az egyik vöröses volt. Felismerhetően más színű volt. Ez az elsőszülött. Ezt mindig tudni fogjuk. Én sajnosan figyelem az osztályban, egy-egy vörös fej mindig úgy kiviláglik a pacsorokból, az mindig másabb. Azt nem lehet összetéveszteni se a szőkével, se a feketével, se a barnával, mert az vörös. És Isten nagyon világossá tette azt, hogy Ézsó az elsőszülött. Azt is olvassuk, hogy a Jákóbi név, a csaló név világossá teszi azt, hogy az nem hagyja magát. Az bevet mindent. Már ott a születésnél kapaszkodott.
Ha kellett, a testvére sarkába is. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy ez a csaló természet, ez a kapaszkodás mennyire nyilvánvaló a Jákob életében, akkor is, amikor az elsőszülöttségi jogot kell megszerezni. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy mennyire meg tudja választani azt a pillanatot, amikor Ézsau kész lemondani mindenről. Igaz, hogy abban a fáradt, megtört, kiéhezett, kiszomjazott állapotban sem lett volna szabad ezt Ézsaunak megtenni, ezzel is foglalkozni fogunk. De Jákob megkeresi a pillanatot. És azt olvassuk, amikor az éjség, amikor a szomjúság gyötri, Ézsaut akkor jön az ajánlattal. Én adok neked. Hogy ne adnák? Szinte, hogy neked is készítettem. De az elsőszülöttségi jogot esküvel erősítsd meg. Ez azt jelenti, hogy visszavonhatatlanul. Nekem adott. Nem tudjuk, hogy mi volt a háttérben. Azt leírja az ige, hogy favoritok, kedvencek voltak a családban. Izsáknak kedvence volt Ézsau, Jákob kedvence volt Rebekának. De figyeljétek meg, testvéreim, hogy mennyi nyomorúsághoz visz a jövőben az, hogy testileg szerette és különböztette meg ez a két szülő, két fiát. Az egyik azért, mert ízletes falatot hozott neki Ézsau, ezért különösen szerette. Rebeka pedig azért, mert jámbor sátorlakó volt, ott volt mindig kéznél, lehetett rá számítani, amolyan ház körüli segítség volt, és megvolt a favoritja mind a kettőnek. És ez nagyon rossz, amikor testiek, anyagiak, vagy valamilyen más véleményezés, gondolkozás miatt különbséget tesznek a szülők a gyermekek között. Amikor kedvenceket tartunk. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy mennyire könnyen belopózkodik ez az életben. Ugyanúgy Jákobnál is megismétlődik. Nekik mind a két fiú Isten ajándéka volt. Mind a két gyerek Isten áldása. Naponta együtt kellett volna könyörögni, imádkozni és járni az Úr útján, hogy a beállítottsága egyiknek inkább vadász, inkább az erőszakhoz, az öléshez, a kemény életmódhoz szokott, a másik pedig inkább földműveléshez, állattartáshoz. Ez más kérdés. A mi feladatunk szülőként, hogy segítsük gyermekeinket azok szerint a talentumok, képességek szerint, ahogy génjeikben kódolta Isten, olyan pályát választani, ahol tudják kamatoztatni tehetségüket. De ez nem szabad kedvenc, ez nem szabad személyválogatás, ez nem szabad különbségtételhez vezessen. Azt szokták mondani, hogy a legnagyobb gyermeknek szabad a legkevesebbet, és úgy, ahogy mennek előre a gyermekek listának, kicsinek már csak nem minden szabad. Nem tudom, ez mennyire igaz, de Isten törvénye az az életünkben, hogy minden gyermekünk az Úrtól van. És nem az a fontos, hogy melyik a kedvemre való, melyik hasonlít jobban hozzám, melyikkel értem én meg magam jobban, melyik az, akivel úgy gondolom, hogy na, ha a másik is ilyen lenne, milyen jó lenne. Gondolatban sem szabad nekünk ezzel játszadozni. És kedves szülők, hadd mondjam el, amíg életben vagyunk, mindig lehetőség van arra, hogy javítsunk.
Egy alkalommal egy több gyerekes családban hívtak el, hogy próbáljunk beszélgetni a gyermekekkel, akik összegyűltek, már felnőtt családos személyek voltak, a szülőknek a születésnapján, mert nem is köszönnek egymásnak, harag van közöttük. És kiderült az, hogy volt egy kis személyválogatás, főleg az anyagiakban való elosztásban, a segítségadásban. És ott akkor abban a családban egy füzetet vettünk, felírtuk a gyermekek neveit, és úgy elkezdtük számlálni, hogy mégis hogy volt, mint volt gyermekkortól, hova jutottunk, és a szülőktől mi az, amit lelkileg, fizikailag kaptak, miért hálásak, és esetleg hol vannak különbségek, hol vannak mínuszok. És nehezen indult meg a beszélgetés, olyan görcsös volt. A szülő mind a kettő lehajtotta a fejét, könnyezett, és kérte, itt az Úr előtt, gyermekém, mondjátok el. Próbáljuk jóvá tenni. És megindult a gyermekeknek a szava, és a hatalmas vádaskodás. Igen, mert akkor neked úgy, neked pedig amúgy, mert te így kaptad, meg téged így szerettek, engem annyiszor megvertek te miattad, és mondták tovább. És utána kiömlött az egész, azt mondtuk, most pedig jöjjünk a Krisztus vére alá. És zákeusi módon, kimivel tartozik, az hozza helyre. Bocsásson meg az ő szüleinek és testvéreinek, és akinek több adatot, az ossza meg az ő testvérével. Aki pedig kevesebb adatot, az fogadja el, és legyen megbocsátó, és adjon helyet a szeretetnek. Hosszú délután volt, késő estében menő beszélgetés. És Isten szeretete befedezte azt a családot. Megtették lelkikben és anyagiakban a megtenni valót. Hogy ne oda dőjön a fa, és ott maradjon, majd az ítélet elé vinni, itt kell elrendezni. És kedves szülők és kedves gyerekek, nagyon fontos, rendezzük. Rendezzük dolgainkat, amíg úton vagyunk. És legyünk készek megbocsátóak lenni. Hadd legyen az életemben és az életedben az elengedésnek az ideje. A megbocsátásnak az ideje, és a rendezésnek az ideje, amikor Zákeushoz hasonlóan kész vagyok, nem magamnak két kézzel harácsolni, fogni, hanem adni az Úr nevében. Őszinte szívvel, teljes odaadással. És hadd szóljak negyedsorban arról, az Isten fiúságomat, az elhívásomat, hogy lélek által újjászülettünk. Ezt ne add senkinek. Sem kénye, sem kedve szerint ne add senkinek. Ne kérjen tőled és tőled senki olyat, hogy megtagadjam az Urat, és menjek a világ szerint. Ne mondjak le arról, hogy Isten gyermeke vagyok, az bárkinek a kedvéért, vagy a magam kényelméért, vagy előrehaladásáért, vagy anyagi, vagy testi jóért. Az újjászületés fürdője által a Krisztusban megnyert fiúságot senkinek is semmiért. Oda nem adjuk. Úgy olvassuk, Jákob csalfán, kihasználva a helyzetet, Ézsaut rávette arra, hogy lemondjon az elsőszülöttségi jogról. Mi volt ez? Úgy olvassuk. Minden ember váltsa meg az ő elsőszülött fiát, mert minden elsőszülött az Úré. Az Ószövetségben az elsőszülöttek képviselték azt,
ami lélek által megtörténik. Az újjászületéskor nyilvánvalóan az Úré. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy Ézsau ezt semmibe veszi. Hát, én úgyis veszélybe járok, kelek, nap mint nap, úgy se tudok én sokat tenni vele, nem kell ez nekem. Pedig éppen azért kellett volna, mert nem tudta, hogy melyik nap nem jön haza. Szaggatja szét egy vadállat. Éppen úgy kellett volna gondolkodni, hogy emiatt a helyzet miatt, Uram, nekem mindennél jobban szükségem van rád. Mert lehet, hogy nem jövök haza egy nap. Én veszélyben vagyok naponta. Ő legyint. Ó, ne. Most lakjak jól. Most üssem el éhségemet, fáradtságomat. Minek az nekem? Nekem az nem jelent semmit, hogy az Úré vagyok. Számomra ez nem jelent egy olyan korlátozást, amit mond Pál apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, él bennem a Krisztus, és mindent hátam mögé vetettem, olyan könnyen lemond. Ó, megyek én a magam útján. Nekem ez nem számít, hogy én az Úré vagyok, de számít. És azt olvassuk, ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogát. És most hadd szóljak arról, hogy mennyiszer semmibe veszem én és te azt, hogy Isten gyermekei lettünk. Amikor az időmből, a gondolataimból, a döntéseimből, az anyagiamból kizárom és nem tisztelem őt. Amikor rendezem a magam akarata szerint, a magam belátása, az élet filozófiája, menete, a mások példája nyomán a magam életét. Utolsó éves voltam a zeneszakon, Váradon, amikor a kántó tanárom megszólított, Vili, most szervezzük meg a Filharmónia kórusát. Én is benne vagyok a bizottságban. Mondta a napot, gyere el, és megoldjuk a dolgokat. Gyere el a vizsgára, és énekelj majd a Filharmónia kórusában. Egyszerűen, hogy anélkül, hogy gondolkodjam, megkérdezem az Urat, azt mondtam, jó, elmegyek. Hazamentem, és nem volt nyugalmam, nem éreztem jól magam, nem találtam a helyemet. Egyfolytában nyugtalan voltam. Mit is tettem? És olyan világosá vált számomra az esti ájítaton az íge, mikor olvastam, nem ott akarlak látni, nem az a tervem veled. Másütt akarlak látni, máshová küldelek. És intett és szólt az Úr. És másnap, délután, egy hosszú vajudás után fölkerestem tanárom, és elmondtam, ne tessék várni holnap a vizsgáztatáson, nem ott a helyem. Értetlenül nézett rám. Tudd meg, hogy nem ott a helyünk, ahol mi gondoljuk. Igen, vannak hivatásos zenészek, nem zárom ezt ki, nem ezt akarom szólni, de az enyém nem ott volt. És tudd meg, kedves testvérem, hogy ha nem vagyok és nem vagy a helyeden, akkor nagyon sokszor zötyögnek a dolgok, és tönkre mennek. Úgy, mint amikor egy alkatrész nincs a helyén, és minden olyan könnyen elromlik. És ezt látjuk ebbe az ígében, hogy Ézsau ezt nem vette komolyan, hogy ő az Úré. Hogy neki az élete az Úré, és neki kell élni. Mert egyedül Isten áldása az, amely megőrzi, megtartja, és üdvösségre viszi. Ne felejtsétek el, hogy Isten nem az elsőszülöttéről, az egyszülöttéről mondott le, hogy engem és téged a helyünkre állíthasson.
Nem ott van a helyem és a helyet, hogy kapirgáljunk a világ szemétdombját. Nem ott van a helyünk, hogy testélyesen gondolkozzunk, hanem ott van, hogy járjunk a világosságban. És legyünk Isten gyermekei, becsülettel végezve munkánkat, elhivatásunkat ebben a világban, példamutatással éljünk úgy, mint fény, mint világosság, mint só, mint akik a helyünkön képviseljük a mindenható Istent, és ezért az egyszülöttét adta. És ott a Golgotát Krisztus meghalt és szenvedett, hogy elvégeztessen ez a váltságmunka, hogy az én meg a te és minden Krisztusban hívő, megtérő ember oda kerüljön a helyére, az üdvözültek seregébe, az Isten szolgálatába, az Isten gyermekei közé. Ne legyen ez olcsó, ne legyen ez legyinteni való, ne legyen ez olyan magától értetődő, hanem legyen a szívemben és a szívedben mély a hála. Uram, nem semmi vagy számomra. Uram, te vagy a minden. És követlek téged. Ézsau eljátszotta, Jákob úgy gondolta, megszerezte. Ej, hosszú harcon és vajudáson ment még keresztül, amíg csak ugyan megtapasztalta Isten áldását. A helyemen és a helyeden, Isten kezében megtapasztaljuk az ő áldását. És magasztaljuk azért, mert Urunkban mi mindnyájan Isten gyermekeivé lettünk. Királyi nemzet, szent papság, megtartásra való nép. Kedves testvéreim, éljünk és járjunk így, Isten fiaihoz méltó, elhívott, megszentelt életet. Személyesen, a családban, a gyülekezetben, Isten dicsőségére. Amen. Titokzatos mélység az Isten. Amikor nem szól, éppen akkor hív el. És amikor nem hív, akkor éppen vár ránk. És amikor lesújt, akkor emeli pálmánk. Elfelejteti a gonosz időket, hogy a jó annál mélyebben fájjon. Szétzúzott lelkünk előtte éppen álljon. A szivárványhíd nála a kereszt lesz. Megengedi a másiknak, hogy csaljon. Megengedi az életnek e földön, hogy meghaljon. A keresztút végén vár az élet, s ott ő koronás fönket sújtja a porba, hogy megalázva vezethessen be az akulba. Titokzatos az Isten, végtelen, mélyen. Ki érti ezt? Mi végtelen drága, hogy fáradt lelkünk nem pihenhet sehol ebben a világba, csak nála. Kedves nézőink, most, amikor búcsúzni kell, hadd kívánjuk azt, hogy legyen elég bátorságunk és hitünk ahhoz, hogy Isten akarata szerint élhessünk. Amennyiben hasznosnak találták ezt a műsort, visszavárjuk Önöket, és egyben kérjük is, hogy értesítsék jó barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket, hívják fel figyelmüket a Krédo TV szívdobbanás műsorára. Köszönjük figyelmüket, találkozunk ugyanitt és ugyanebben az időben.
viszontlátásra!